200 milliós megbízást kapott a Nemzeti Banktól az első Orbán kormány szóvivőjének lánya. Borokai Flóra cége konferenciákat és csapatépítő tréningeket szervez majd. Három másik tapasztalt ügynökséget utasított maga mögé a közbeszerzési tenderen. Az ellenzéki együtt követeli, hogy a jegybank tisztázza, mi alapján hirdettek győztest, és hogy pontosan mire költenek el újabb 200 millió forintot. Egy hónapja kormánytagok és német üzletemberek előtt mutatták be, hogy mit tudnak. A jegybank tender nyertese a Siemens képzési központjának átadásán is dolgozott. Sőt, fél éve ők szervezték a 4-es metró ünnepélyes megnyitóját is. Az Akció BTL Kft., amelynek tulajdonosa és ügyvezető igazgatója Borókai Flóra. A cégben a honlapja szerint több éves szakmai múlttal bíró kreatív csapat gondoskodik arról, hogy ügyfeleik igényeinek és elvárásainak maximálisan megfeleljenek. A Kft.-t 3 éve alapították. Már évelején megbízást nyertek el a jegybanktól, akkor még egyedüli indulóként 24 millió 900 ezer forint értékben. Ez az összeg éppen alatta maradt a 25 milliós értékhatárnak, amely fölött nyilvános ajánlattételi felhívást kellett volna közzétenni. A cég honlapja szerint 2012 óta dolgoznak a jegybanknak, ezeket sorolják. Múzeumok majálisa, dolgozói Mikulás rendezvény, családi nap, és remélik a sort hosszasan folytathatják majd. A közbeszerzési hatóság adatai szerint így folytathatják. Az Akció BTL Kft. 2 hete újabb jegybanki megbízást nyert el, ezúttal már 200 millió forint értékűt további rendezvények szervezésére és újabb csapatépítésekre. A tenderen ezt a 3 másik tapasztalt céget utasította maga mögé Borókai Flóra vállalkozása. Teljes súlyával a bank mögé áll. A sikeres cégvezető az első Orbán kormány szóvivőjének nagyobbik lánya. Ezek a felvételek 16 évvel ezelőtt készültek az édesapjáról. Borókai Gábor később a Hír TV vezérigazgatója, majd a Heti Válasz főszerkesztője lett. Ez a fotó 1,5 éve jelent meg róla a cink.hu-n. Együtt kávézott a jegybank elnökkel. Előzőleg a Heti Válasz közölte Matolcsy György publicisztikáit, éles vitákat kiváltó unortodox gazdaságpolitikai elképzeléseit. Borókai és Matolcsy kapcsolata miatt az ellenzéki együtt azt követeli, hogy a jegybank tisztázza pontosan miért Borókai Flóra cégét választották a 200 milliós tenderen. Most az a látszat valóban, hogy családi kapcsolaton keresztül lehet 200 milliónyi megrendeléshez jutni, ez elfogadhatatlan. Kerestük Borókai Flórát, hogy pontosan mit vállalt, és a jegybankot, hogy pontosan mi alapján választották az ő cégét. Adásunkig nem válaszoltak.